fedezni, és ez nem lesz úgy jó érzés. Értem. Hát amikor a maszkot megkaptam, én azt hittem, hogy valami más világban vagyok, az teljesen ilyen meleg érzést adott nekem, és a bőrömöt teljesen bele szívódott valami. Na, csak olyan leülök? Szemöldöködött neked kell szemni? Nem, nekem nem kell, én magamnak szoktam otthon. Azért csak átnézem, jó? Persze, tessék, hadd nézni neki. Jó, ő zsor. Különben egy nagyon igazságos gyerek. Miért vagyok igazságos? Mert mindenben segítesz nekem, lass, ide is, hogy meg otthon is segít nekünk. Picit csúszál lejjebb. Ez egy igazságos gyerek. Vagyok magammal annyira egoista, hogy kényeztetem önmagamot, és szeretem, hogyha ha szeretnek. Nekem sokat számít az, hogyha szeretve kényeztetnek. Bejön a kedves jelentést kell adnom, hogy maga kezeli az arcát. Hát te adja a jelentést, mert mindjárt szétvellek. Most te adja, te írja, írd be a kocka a füzetedbe, te szerencsétlen. Nekem bajom a maskódon, hogy kezelnek asszonyokot. Na. Nem téged akarnak hallgatni. Győző. Az a baj, hogyha úgy gondolkodnak, mint az ősök, akkor semmi nem lett volna belőle. Árulkodsz. Mert mondjad azt Beának, hogy Bea, képzeld el a rakli, ezt is ezt csinálta, mert te áruló vagy, gossip girl. Jó, vagy abba hagyod a dolgot, én. Azt szépen beszélsz a testvéreddel, mert megmondalak anyadnak is most ma. Elég úgy. Hát árulkodjon, mint az óvodások. Hát ebben a faluban rengeteg pletykás van. Ó, drága jó Istenem. Mondom, itt nyugodtan napilapot lehetne szerkeszteni, annyi pletyka van. Kikivel, hogy miért, mennyit, és a testvérem ezek közé tartozik, a koszik görlök közé. Meditálok. Zsolti, fogd már be a szádot, megmondta a Bakuan, hogy ne beszélj vele, meditáljam már te! Ezzel csöndbe kell lenni. Jó, mi annyit esik, megmondta legközelebb, hogy erre is lehetett cikszedni már nekem? Mindent leszedek. Mara innen is leszednek mindent. De ne beszélj, sírva kérlek. Jó. Most várjál, várj, picit. Most mit csinálsz? Most ne a lábamra feküdj ma! Zsolti, ne akarod, hogy felpofosztalak annál előtt. Esküszöm, hogy megteszem. Kaptam már tőlem sokat. Fejezd be magadot. Dőjé, hadrossz, mutogass sainkat. Fiúk az ujjatok. Fejezd be a be. Akkor meditálj, ne alapom, hogy meditáljál ma. Győző, kismenj, alig menjünk fel hozzá. Ez már nem magadot, Zsolti. Ne csinálod ma. Most parányra csinálsz magad. Relaxálom. Menjél ma odaja. Mit relaxálom? Zsolti, ha nem fejezed be. Mondta Gágyi, nem beszéljen. Mert mondtam, hogy relaxálják meg minden. Na most, ha nem ismernek meg a birkák, meg otthon édesanyámé, akkor én nagy bajba leszek. Hát nem voltam még ilyen, hogy most kisimítsak az arcomot, vagy mit tudom én, mit csiszol rajta a gágyi. Hát nem tudtam én, hogy mi van. Meddig kell se csicsik meg? Győző. Kusba vagy ma! Utoljáltad, mikor voltam én? Kusba legyél ma!